Városunkban kialakult hagyomány, hogy a szüreti mulatságok alkalmával strapacskát készítenek a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai. Idén a zárónapon vasárnap sütötték meg a város lakóinak egyik kedvenc ételét. Úgy gondolom, hogy attól különleges, hogy mi ezt kiskörösi módon készítjük. Kiskörösi módon, mégpedig azért mondom, mert másút is kóstoltam már strapacskát, és a miénk szerintem nagyon finom. A mi ízlésvilágunkhoz alkalmazkodó. Mi egy kicsit kevesebb jutúrót teszünk bele, egy kicsit több tehéntúrót, tehát az arányt mi olyan kiskörösi módon állítjuk össze, és szerintem ettől ízlik minden kiskörösinek. A közös munkában az önkormányzat összes tagja részt vett. A hozzávalók beszerzését egy nyertes pályázat könnyítette meg. Pályázatot nyújtottunk be az országos szlovák önkormányzathoz, és hála Istennek a pályázatunkat díjazták, és hozzájárultak ők is egy bizonyos összeggel, és ez nagyon-nagyon megkönnyítette a anyagi helyzetünket, mert így sokkal-sokkal könnyebben, és azt mondhatom, hogy többet tudunk készíteni. A strapacska mellett szintén az önkormányzat tagjai által készített krumplis pogácsát és házi szappanokat is vásárolhattak a látogatók a főtéren.